Köszöntöm a természetbarát nézőket! Ma a téli fülőkével fogunk megismerkedni közelről. Téli fülőkével kifejezetten a fagyok beállta után találkozhatunk télen, október-novembertől márciusig. Csoportosan, tuskókon vagy eltemetett faanyagon nő, azokat korhasztja. Egy vöröses, rozsdabarnás, kis-közepes kalapot növesztő gomba, melynek a lemezei a fülőkékre jellemzően tönkhöz nőttek, sose tönkre lefutók. Egy világos, krém, okkeres színű. A tönk az ugyancsak a fülőkékre nagyon jellemző módon nagyon szívós, erős, nem törik pattanva, és fölülről lefelé egyre sötétedik, és szinte teljesen egyedi módon bársonyos tapintású ez a tönk. A kisebb csoportok, amelyekkel a fák tuskoin találkozhatunk, a kémvirággombákkal keverhető csak össze, melyek mérgezőek, de azoknak a tönkje mindig világos színű. A téli fülőke egy finom ehető gomba, sőt gyógyhatású gomba, és távol keleten fehér változatait tömegesen termesztik is. Mással a kémvirággombákon kívül nem lehet összetéveszteni, és a kémvirággombák is inkább nyári-őszi gombák, így a téli periódusban szinte biztos, hogy téli fülőkével találkozunk, sokszor fagyott állapotban. Továbbra is gombászanak bátran, de körültekintően.